Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arra gondoltam, hogy valahol nagyon máshol kellene elkezdeni, már napok óta erről vitatkozom emberekkel, meg beszélgetek, hogy valahol ezt a magyarázkodást, meg beszélgetést nagyon máshol kéne elkezdeni, mert hogy így nem fogjuk megérteni egymást soha. És hogy arra gondoltam, hogy ez inkább olyan, mint a nagyot hallóknak a párbeszéde, nem is a süketeké, mert a süketek azok jelbeszéddel megértik egymást, a nagyot hallóknak kell valahogy kiabálni, és mindig félreértik egymást valamilyen módon. Szó volt valamilyen ízlésterrorról, azt például nyilvánvalóan félrehallottam. A következőkben egyszerűen és lecsupaszítva megpróbálok végig tekinteni a jelenlegi állapoton, és megnézni a Bozsikivet pályázatának a képzőművészeti tartalmát, és valahol egy kicsit összevetni, és erre valamilyen hasonlatot találni, mert tényleg hetek óta hasonlatokon gondolkozom, és majd megpróbálom a végén összegezni. Szóval az alapvetése a gondolatnak az, hogy a Trafo Galéria szerintem eddig jól működött, azon a maximum, amit Magyarországon el lehet érni, nagyjából. Egy elit kiállító hely volt, magas művészettel, viszonylag alacsony látogatószámmal, a kortárs képzőművészet területén komoly nemzetközi presztízzel. Támaszkodott a nagy trafó hírnevére és programjára, imázsára és struktúrájára, de nem volt a nagy trafó puszta függeléke. Világos szerkezetben működött, ennek középpontjában a kurátor állt, aki tulajdonképpen mint egy saját non-profit galériájaként működtette a kiállító helyet. A galéria célközönsége elit értelmiségi közönség volt. A Trafóhoz kapcsolódóan számos műalkotás jött létre, művészek egy-egy kurátori koncepciótól, kiállítási lehetőségtől, témától inspirálódva alkottak műveket. A Trafó galéria tehát nem csak bemutató hely volt, hanem közvetve az alkotás létrejöttének a helye is. A galériában fiatal művészek kaptak lehetőséget, de voltak 30-asok, 40-esek és 70 felé közelítők is, külföldiek és magyarok egyaránt. Társadalmi problémák felé nyitott galéria volt, a kérdésekre a kortárs képzőművészet eszközeivel keresett válaszokat. Ezt folytatta volna a Trafó Szabó György pályázata szerint. Azt írja a Bozsikivet a pályázatában, hogy a Trafó nem lehet csak és kizárólag célvonal, egyben startvonállá is kell válnia. Az egyik első kifejezés, amit használ, az az inkubátorház, már a bevezetőjében is ezt használja. Projektek kialakítása lenne a célközönsége pedig gyerekek és felnőttek egyszerre. A galéria megnevezése nem a képzőművészeti programok között jelenik meg, először csak egy fél mondatban, az a fél mondat, hogy a pályázatok, filmes pályázatok a galéria profiljának leginkább megfelelő művek készítésére inspirálnak majd. Tehát itt kerül elő a galéria. A médiaművészeti és filmes alkotások létrehozásánál. Később ott, hogy a Trafó galéria a mozgóképet és annak mindenféle manipulációját korunk népművészetének tekinti. A pályázat értelmében Bozsikivet egy, vagy ahogy én kiolvastam belőle, egy műhelyt hoz létre, amelynek vezetését mindig más látja majd el. Ez egy mozgóképes, tehát film és média művészeti alkotások létrehozására alkalmas műhely lenne, aminek mellesleg valószínűleg nagyon komoly beruházási háttere kellene, hogy legyen, mert hogy egy ilyen műhelynek a létrehozása az nem egyszerű. Tehát ez is jelzi már, hogy az intézményt muszáj lesz átalakítani. Azt mondja még, hogy a Trafóban ezzel egyidejűleg film és fotóműterem létrehozása is lehetséges. Emellett a Trafó online galéria filmes felület elsősorban no budget filmeknek. Tehát a galéria elsőként a filmekhez és a filmes projektekhez és egy filmműhelyhez kapcsolódik. A képzőművészet fejezetnél nem fordul elő a galéria szó. A misszió szerint a kortárs művészetet újszerű eszközökkel kell népszerűsíteni, és a kortárs alkotások számára közvetlen reagálási teret biztosítani, bármit jelentsen is ez.
A pályázat a fiatal pályaközdő alkotóknak megjelenési és projektfejlesztési lehetőséget, projektszintű alkotóműhelyt, ezen kívül együttműködések keretében egyéni és csoportos kiállításokat, művészetterápiát, előadásokat ígér, ezek tartoznának, ezek megrendezése tartozna a profilhoz. Látszik ebből a rövid összefoglalóból, hogy a két szemlélet homlokegyenest eltér egymástól. Bozsi Kivett pályázata nem galériáról szól, legfeljebb annak helységét is használja. Mozgóképes és médiaművészeti műhely jön létre, bemutatkozási lehetőséggel, amelynek formája nem tisztázott. Lehetnek kiállítások, vetítések, de rendszeres üzemre nem lehet következtetni. Galéria, mint kortárs intézmény nem lesz belőle. Célközönsége egyelőre nem tisztázott, működési formája szervezete sem. Lehetőséghez juttatni elsősorban a fiatal pályakezdő alkotókat szeretné. Nagy kérdés itt, hogy bemutatóhely vagy alkotóműhely lesz-e, ezt nem tisztázta a pályázat, valószínűbb az utóbbi, mert hogy ezen van a hangsúly, és mint mondtam, nagyobb beruházás is szükséges hozzá. Valószínű azért, hogy bemutatkozási lehetőség is megmarad, mert hogy anélkül nem lehetséges az alkotóműhely, különben széthullik, vagy egyéb intézményekre lesz ráutalva. Lehet ez is működőképes, de ahhoz világos szerkezet kell. Nem tudjuk, mit jelentenek az újszerű eszközök. Én személyesen azt gondolom, hogy nincs sok új a nap alatt, és nem nagyon lehet újszerű eszközökkel vagy harmadik úton népszerűsíteni ezt a dolgot. Önszerveződések vannak, de ahhoz egy fegyelmezett nagy intézmény nem alkalmas háttér. Ez mondjuk a tűzraktér bizonyítja. Valószínűleg nem lehet egyszerre rajt és cél. Ma már ez sehol a világon nem működik, talán soha nem is működött. Ez egy naív elképzelés, amely rövid úton vizionálja a pályakezdők és az elismert kortárs művészek két világa közti együttműködést. Én úgy gondolom, hogy nincs ilyen rövid út. Ezzel ellentétben viszont egy hosszú intézményépítés van, ami sokkal fontosabb, mint egy rövid távú siker. Most azt gondolom, hogy egy hosszan felépített intézmény lebomlik, helyébe egy homályos vonallal körülrajzott másik lép. És ebben a képzőművészet nem lesz más, mint dísz, ami ott fityeg a nagy egészen. Tulajdonképpen azt akartam csak ezzel elmondani, hogy nincs értelme a két dolgot összevetni egymással. Egyszerűen arról van szó, hogy egy jól működő, működőképes dolog megszűnik ezzel, és valami bizonytalan keletkezik a helyén. Én azt gondolom egyébként, hogy nem lenne annál fontosabb, de ez a személyes véleményem, nem lenne annál fontosabb, kulturális intézményrendszerben, mint hogy a működőképes intézményeinket valamilyen módon megőrizzük, és áramvonalasítsuk esetleg, de mindenképpen a működőképességüket megőrizzük. Ez éppen az ellenkezőjét teszi, valami teljesen újat talál ki, és próbálja meg egy művelődési ház programja szintjén felvázolni. A hasonlat, amire jutottam, az tulajdonképpen egyszerű, olyan, mintha egy jól működő, jól kitalált rádiónak a frekvenciáját elvennék. Most nem a klubrádióra gondolok, hanem mondjuk gondoljunk a Bartók rádióra. Nem is a mostani Bartók rádióra, hanem mondjuk a 10 évvel ezelőtti Bartók rádióra, amin vannak komoly zenei programok túlsúlyban, vannak benne jazz műsorok és vannak irodalmi programok. Megvan a célközönsége, megvan az a szűkebb elit, értelmiségi réteg, amely hallgatja, jól meghatározott belső műhely munkával létrehozott programokból, illetve külső import cikkekből álló kínálattal áll ez. Most gondoljuk el, hogy a Bartók rádiót, vagy ezt a 10 évvel ezelőtti Bartók rádiót a frekvenciáját kiírják, és a helyére valaki azt mondja, hogy ezentúl fiatal jazzzenészek műhelyét akarja inkább itt működtetni, és hogy az lesz a túlnyomó része. És nem is biztos, hogy itt a Bartók rádión fogják ezeket a számokat majd lejátszani, vagy ezeket a zenéket, hanem valahol máshol, és az, ami eddig volt, az valahogy hogy eltűnik. Szóval nagyjából ezt sütöttem ki, sokkal durvább hasonlatokat is találtam. A Pető Intézetre kiírt pályázat volt a legdurvább, amit kitaláltam magamban, és annak átfunkcionálása, de azt gondolom, hogy ez a Bartók Rádió, ez elég
pontosan illusztrálja azt, hogy, hogy mit veszítünk el, és hogy, hogy milyen vad és bizonytalan vizekre eveződünk. Szerintem teljesen értelmetlenül. Nagyjából ennyit akartam mondani. Köszönöm szépen a felszólalást!